Becsésen is, mint minden más városban, a fáknak nagyon fontos szerepe van a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Tudjuk, hogy 20-30 év múlva azok az utcák lesznek élhetőbbek, ahol nagyméretű fák állnak, amelyek képesek temperálni a környezetüket, árnyékot adnak, oxigént termelnek, és nagyon sok állatfajnak adnak otthont. Már ma is sokkal kellemesebb egy árnyas utcában sétálni a nyári hőségben, mint a felforrósodott aszfalton vagy a viakoloron. Épp ezért arra biztatok mindenkit, és arra kérem az itt lakókat, hogy ha megtehetik, akkor az ingatlanjukon vagy az ingatlan előtti közterületen ültessenek olyan fákat, amelyek az adott környezetbe illenek. Ha esetleg tanácsra van szükségük, az önkormányzat szakemberei szívesen állnak rendelkezésre. Természetesen az önkormányzatnak is fontos feladata, hogy a városban található védett fasorokat, fákat ápolja, új fákat ültessen. Most is egy ilyen munkálat van folyamatban a főút mentén. Itt vagyunk a Telepi úttól Üllő felé eső irányban, ahol az a közönséges pagodafa, vagy más néven japán akác fasor található, amelynek óriási egyedei még ezt a széles utcát is képesek árnyékolni. 2020 őszén kezdődtek itt faápolási munkálatok az önkormányzat megbízásából. Akkor a veszélyes fákat kivágták, a száraz, elhalt ágakat eltávolították, az űrszelvényeket kialakították a légvezetékeknél és a 400-as főút mentén. Most 3,5 év elteltével ismét aktuálissá váltak faápolási munkálatok. Háromféle munkálatot végeznek a szakemberek. Egyrészt ismét vannak olyan fáink, amelyek sajnos már nem tarthatók benne a fasorban, mert rendkívül veszélyesek. Ezeket kivágták. Természetesen folyamatosan újakat ültetünk a helyükre. Ezen kívül ápoló, szárazoló meccést végeznek, ami azt jelenti, hogy csak az elhalt száraz ágakat, vagy amelyek összedörzsölődnek esetleg, azokat vágják le, és az űrszelvényeket alakítják ki. Ezen kívül hajtásválogatásra is szükség van, hiszen a 2020-ban végzett munkálatok után nagyon sok új hajtás képződött a fákon, amelyeket úgy kell megritkítani, hogy egy úgynevezett másodlagos korona alakuljon ki. Arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk együtt Becsés fáira, és ha lehetőségünk van, ültessünk minél többet.